Sziasztok! Ma újra utazni fogunk, vagyis igazából már az utazás részén túl is vagyunk, ugyanis most éppen itt vagyok Bukarestben, Romániában, és még egy különleges utitársam is van, aki nem más, mint az Abukám! Sziasztok! Aki egyelőre még kicsit meg van illetődve, de majd hozzászokik itt a dolgokhoz. Most 3 napot leszünk itt, méghozzá Google meghívásából, és hamarosan innen megyünk is tovább, mert az igazi úti célunk a Dracula kastélya, és ott lesz mindenféle kis érdekes feladatunk. Jönnek még Romániából, Ukrajnából, Csehországból, illetve Lengyelországból is youtuberek a szüleikkel, úgyhogy érdekes néhány napnak nézünk elébe, tartsatok velem! Na most kapunk is egy ilyen kis gyors körbevezetést itt a Google irodákban, amiket én nagyon szeretek, mert mindig tök jó hangulatuk van, és ez az itteni a Star Wars-ról kapta a kis dizájnját meg a stílusát, úgyhogy nagyon sok ilyen elem van itt. Most még tettünk egy gyors kitérőt a reptérre, hogy összeszedjük a cseheket és a lengyeleket, és aztán indulunk is tovább a kis 3 órás utunkra a hegyekbe, ahol elvileg esik is a hó, úgyhogy meg lesz az első téli élményünk is. Na nagyjából 3 óra utazás után most érkeztünk meg a szállásra, és jól jósolták, mert szinte végig hóviharba jöttünk, és olyan hóba, ami meg is marad. Szóval megérkeztünk, és olyan érzésem van, mint a hirtelen ilyen karácsonyba teleportáltunk volna, mint egy ilyen kis Winter Wonderland, és most érkeztünk meg ide a szobába, és ezt meg kell mutatnom, mert valami baromi jó. Ezt nézzétek csak, milyen elképesztően jó kis stílusa van ennek az egész helynek. Alapból nem kifejezetten az én stílusom, az ilyen stílusú bútor, meg ilyesmi, de ezt most valahogy így összességében imádom az egészet, nagyon tetszik, hogy ilyen kis hagyományos. És ahogy látom, van egy nagyon szép kis teraszom is, ahová most megpróbálok kimenni. Na, ennek a terasz dolognak holnap adok még egy esélyt, mert egyelőre nem bírom kinyitni az ajtót, és nem akarom széttörni itt a berendezést, de nem tudom, mennyire látjátok, mert kicsit tükröződik, de kint tényleg hatalmas hó van, és szerintem tök jó innen a kilátás, úgyhogy majd remélem meg tudom nektek mutatni. Úgyhogy most következzen a kötelező ágyba beugrás! Következik a legjobb része, a vacsora. Ezt nézzétek, már csak így előételnek is milyen finomságok vannak itt. Én már ezt vártam legjobban. Közben még itt készül a vacsoránknak a következő része, bárányka, a legnagyobb hóviharban. Na, meg volt a vacsora is, de már alig várom, hogy ide bebújjak ebbe a jó kis ágyba egy fincsi forró zuhany után, mert azért jó sokat utaztunk ma, meg korán is keltünk, úgyhogy fel kell készülni holnap, hogy teljes erőbedobással vághassunk bele a Dracula kastély felfedezésébe, ugyanis holnap egész nap ez lesz a programunk, úgyhogy várjuk a holnapot. Ezt nézzétek csak, most ébredtem fel, és itt egész éjjel szakadt a hó. Nézzétek, itt jól látni a méreteket. Nagyon érdekes, még most is szakad egyébként folyamatosan. Úgyhogy indulhat a nap! Na, a reggeli után még kijöttünk, mert gondoltam, hogy csináljunk pár képet a hóba, de ezt nézzétek, gyakorlatilag itt be vagyunk ide zárva, mert akkor a hó van, hogy ilyen pici részt tudtak eddig csak ellapátolni, úgyhogy nem is tudom, hogy fogunk innen kimenni, meg az autók hogy fognak tudni közlekedni, de nem semmi, hogy mekkora hó esett le ennyi idő alatt, úgyhogy tök érdekes, mert elvileg itt is ez az első hó, úgyhogy nagyon szerencsés az időzítésünk. Van valami hozzáfűzni valót? Mondjuk, bezzeg, az én gyerekkoromban még sokszor volt ilyen hó. Egyébként meg ez a szállásunk kívülről, ami olyan, mintha egy ilyen igazi ilyen mézes kalács házikó lenne. Úgyhogy itt vagyunk. Ez egy videó. Nagyon ügyes vagy. Ha? Jó. Na, itt közben mi teljesen újraírjuk a gyerekkorunkat, mert ilyen nagy hó soha nem szokott lenni nálunk, úgyhogy most tiszta boldogok vagyunk. Ugye? Akkor azt találtam ki, hogy most dob magad háttal és egy hóangyalt. Így hátra dobja magad. Aha. És úgy hanyat a hóba. De ki fogsz bírni mászni?
Hát persze, hogy. Na akkor, rugodj. De magamban rátalasz. Jó. Közben egyébként nézzétek, mennyire nagyon szép kis látkép van. Túl vagyunk a Google tanórákon, kigyakoroltuk az összes Google lapot, mert ezeket fogjuk most majd használni a Dracula kastélyban. Egy kis késéssel indulunk, mert az időjárás miatt az egész városban vagy faluban, nem tudom, hogy mi ez, elment az áram, úgyhogy ilyen nagyon hangulatos kis gyertyafényben tanultuk a Google appokat, most pedig indulunk a kastélyba. Ahogy láthatjátok, megérkeztünk, ott van mögöttünk már a kastély, úgyhogy mindjárt felsétálunk. Az a gyanúm, hogy amúgy autóval szoktak felmenni, csak elég ugye rossz az idő, úgyhogy mi gyalogolni fogunk, de legalább izgibb lesz. Látni a hómennyiséget, hogy mennyi esetleg tegnap. Igazából kb. Egy nap alatt, vagy még egy nap alatt sem. Nem semmi. Na, sikerült túlélnünk a majdnem végig a felfelé vezető utat. Még egy utolsó szuper meredek lépcső is itt vagyunk, és arra jöttem rá, hogy eddig az összes felvételen csak egy hatalmas nagy szőrös kapucnit látok belőlem. Na most itt fölmegyünk a kis titkos átjárón. A könyv szerint Dracula is szintén ezen ment fel, és lepte meg a többi vendéget. Jó kis szűk. Nézd föl! Most egy kis rekreációs tevékenységre jöttünk a kínzókamrába, és itt ez a pillanat, amikor a videóm családbarátból nem családbarát lesz. Na most bejártuk a kastélyt, volt egy nagyon érdekes kis tárlatvezetésünk, és megtudtuk, hogy a kastély igazából évszázadokon át katonai célokat szolgált, ugyanis a határon van a török birodalommal szemben, emiatt egy nagyon jó védekezési pont volt, és aztán igazából miután megíródott a Dracula könyv, és ugye ebből filmek is születtek, lett igazán népszerű, és elkezdtek ide özönlenni a turisták, és először még a helyiek sem tudták pontosan, hogy Dracula, micsoda, miről van szó, de mivel annyian jöttek ide, gyakorlatilag Romániának a legnépszerűbb turista attrakciója lett ez, és most naponta 2000 vendég is van ebben a kastélyban. Teljesen tele vagyok az ebéddel, de még mindenképpen meg kellett kóstolnom ezt a desszertet. Papanásnak hívják, ha jól mondom. És ez itt a tradicionális desszert, úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz. Visszaértünk a szállodába, most van nagyjából egy óránk pihenni, aztán pedig indulunk vissza a kastélyba, ami most csak a miénk lesz majd, és azt lesz a feladatunk, hogy minden egyes helyiségbe 5 percünk lesz, és ez idő alatt kell eldönteni állításokról, hogy igazak vagy hamisak, ilyen Google appok segítségével, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz. Minden esetre most ki kell pihennem az ebédet, amiről honnan tudjátok, hogy nagyon sikeres volt, megmutatom. Elképzelhető, hogy ez TMI lesz, de ez a sikeres ebéd mutatója. Ja, és ezzel a kilátással, hogy kinézek az ablakon, és itt a hatalmas hegyek, a kis faházikók vannak, és közben szakad a hó, egyszerűen nem tudok betelni. Na most megint közeledünk a kastélyhoz, azért most már ilyen esti fényekben kicsit másképp néz ki. Hát reméljük, nem fog elmenni az áram bent. Na sétálunk fel a kastélyhoz, ops, nagyon csúszik, és rögtön izgalmasan kezdődött, ugyanis a szervezők azt mondták, hogy na most felmennek, és amint felértek, induljunk el mi is. És nem akármiben vagyunk, hanem a Dracula köpenyünkben. És így sétálnak előttem a sok-sok Draculák. Ladies and gentlemen, honorable guests from all around the world. Tonight, you know, you have kind of like, let's say, a game. But it's not the game, because it's actually a contest. Yes? You have to, you will win something, and obviously if you will lose, your head will be cut off. 5, 4, 3, 2, 1. Hú, ez nagyon izgalmas, mondjuk minden ország külön válik, és van egy vezetőnk, aki egy ilyen külön útvonalon elvisz minket, és most megkezdjük a feladatunkat. 10 terembe fogunk menni, ahol mindenhol 5-5 percünk lesz megoldani a feladatokat. És megyünk is tovább. Várjunk, itt van valami.
Na, épp a harmadik feladathoz tartunk, és az az igazság, hogy borzasztóan nehéz. Van a telefonunkban egy ilyen Google Docsi, amiben sorba le vannak írva a szobák, és mellé kell írni, hogy igaz vagy hamis, és azt hittem, hogy a szerint, a sorrend szerint megyünk a szobákba is, de nem, hanem kiderült, hogy teljesen más, úgyhogy amit eddig tudtam, azt is rosszul, úgyhogy jön a negyedik feladat. Ebben a szobában az az állítás, hogy az 1931-es Dracula film főszereplője Románia területén született, és akkor ezt a telefonokkal kéne megkeresni. Ha jól tudom, az Lugosi Béla volt, aki magyar származású, de mindjárt rákeresünk. Ugye itt az erdélyi illetőség miatt azért kicsit bonyolultabb, de majd mindjárt rákeresek. Ha a zenét kell felismerni, ami a háttérben megy. Az van ideírva, hogy most tarotot fogunk játszani, eszperantóról beszélek. Ide az van írva, hogy mutasd meg a napot. Ja, hogy egy tarotkártyát mutassak, ami nap. Szóval most távolságot kell majd mérnünk a Google Maps-el, ettől a kastélytól idáig, és ettől a kastélytól idáig, és melyik a rövidebb, arra leszünk kíváncsiak. Megcsináltuk az összes feladatot, de az az igazság, hogy annyira elrontottam az elején a feladatokat, hogy amikor bejöttünk ide a szobába, hogy vége van és itt lesz a vacsora, azt hittem, hogy itt még egy feladatunk lesz, mert nem tudtam teljesen kitölteni a táblázatot, úgyhogy nem tudom, hogy ez mennyire sikerült jól. A végén csak itt tippelgettem már, hogy hány hamis, meg hány igaz van, úgyhogy nem számítok sajnos túl jóra, de minden esetre nagyon üti volt. We have the winners of this contest. Hungary! Really? Good job! You are good at guessing. Scored 8 out of 10. I can't believe it! Can't be protected by the garlic. Woo! Na, ezt nem hisszük el, de megnyertük a versenyt! Vagyis hát 10-ből nekünk lett a legtöbb pontunk, 8, úgyhogy kapzunk is fokhagymát. És annyira nem számítottam rá, hogy hogyan értékeled a teljesítményünket. Nagyon örülök neki. Mert annyira nagy öröm volt, hogy a lányommal megismerhettem Dracula kastélyt, és nagyon élvezetes verseny volt végig. És ügyes volt a lányom. Ki majd, akkor kapszatok a Na most értünk vissza a szállásra, és mindig hihetetlen, hogy nekünk lett a legtöbb pontunk. Egyszerűen elképesztő. Szóval az első 3 feladat kellett ahhoz, hogy egyáltalán felfogjam, hogy mit kell csinálni, és ugye más sorrendben vannak a szobák. Úgyhogy végig csak az járt az eszembe, hogy annyira ciki lesz majd visszamenni a többiekhez, és majd milyen égő lesz, hogy kb. Semmit nem tudtunk, meg tök sokat tippeltem, de ezek szerint szerencsések voltak a tippjeink, meg azért volt pár feladat, amit meg azért sikerült megoldani, úgyhogy nagyon örülök, így még nagyobb élmény lesz. Ja, és a Google szolgáltatások közül meg egyértelműen a Google Assistant tetszett a legjobban, amit én eddig még valamiért sosem használtam, pedig iszonyatosan hasznos. A két kedvenc funkcióm rajta az egyik a zene felismerés, hogy bármilyen zene megy a háttérben, akkor azonnal felismeri. Tudjátok, olyasmi, mint a Shazam, csak igazából szerintem gyorsabban is működik, meg ugye nem kell hozzá egy külön app, illetve van még egy olyan funkciója is, hogy bármit lefotózol, megnyitod a Google Assistantet, és rányomsz arra, hogy mi van a kijelzőn, akkor kiírja neked. Szóval mondjuk, ha lefotózol az utcán egy épületet, vagy egy festményt, bármit, amiről nem tudod, hogy micsoda, akkor azonnal behozza neked a Wikipedia oldalt róla, úgyhogy ez szerintem nagyon hasznos, főleg a külföldön vagy. Úgyhogy most elteszem magam holnapra, amikor sajnos már indulni fogunk haza, de azért még tartogat néhány izgalmat a holnapi nap is. Na most egyenesen meg lehet vakulni a napsütésben a hótól, még kb. Fél óránk van indulásig, úgyhogy kihasználva, hogy ilyen szép a hó, építek egy mini hóembert. Ilyen forras a hó. Na elég gyorsan változott a terv, mivel a hó egyáltalán nem tapad, úgyhogy ezt tegnap kellett volna megcsinálni.
A mai napunk végéhez is közeledünk, most már itt vagyunk a reptéren, és igazából hát ma egész nap csak utaztunk. Sajnos nem volt időnk város nézni Bukarestben sem, legalább kicsit kocsival körbe mentünk, ami szintén nagyon jó volt, úgyhogy mindenképpen szeretnék majd egyszer több időt is eltölteni itt, mert nagyon tetszettek az épületek, és hát jó lett volna még ezeket részletesebben is megnézni, úgyhogy biztosan, hogy fogok még ide jönni, és akkor közösség találkozóm is lesz, mert azt nagyon-nagyon sokan kérdeztétek, úgyhogy köszönöm, hogy itt voltatok velem, és a Google-nek pedig nagyon szépen köszönöm a meghívást, fantasztikus élményekben volt részünk, úgyhogy sziasztok!